Hangulatos környezetben tartotta meg Veszprém Galsa önkormányzata a Lecsó Fesztiválját. Az eseményt 9. alkalommal rendezték meg, mely a hagyományos főzőversennyel kezdődött és koncertekkel záródott. Időjárás tekintetében szerencsések voltak azok a térségi programszervezők, akik szombatra tették a rendezvényüket. Veszprém Galsán ezen az ősszel 9. alkalommal szerveztek gasztronómiai témájú találkozót a helyi tópart mellé, mely a Lecsó Fesztivál nevet kapta. A Lecsó Fesztivál ötlete úgy történt, hogy a településen mezőgazdasági tevékenységeket folytatunk, ekközött paprika termelés, paradicsom, hagyma, ezek mind megteremtek a kertekbe, és mivel az értékesítés nem mindig olyan könnyű, és úgy gondoltuk, sokkal több hasznát látnánk akkor, ha a települést népszerűsíteni tudnánk azzal, hogy vendégeket hívunk, megvendégelünk idegen településekről is embereket, és egy főző versenyt rendezünk. A csodálatos környezetbe helyezett fesztivál első részében a különböző csapatok mérték összetudásukat, természetesen lecsófőzésben. Mivel mindenki ugyanolyan ételt készített, így a bográcsba igyekeztek valami különlegeset főzni, hogy azzal nyerjék el a zsűri tetszését. Hagyományos alapú lecsót készítettünk, amit mi picit megfűszereztünk egy csülökkel, füstölcsülökkel és babbal. És ki szerencse is kell, minden versenyben kell szerencse, itt is a szerencse is közrejátszott, biztos. Mindent igyekeztünk úgy tenni, ahogy a nagyanyáink, szüleink tanították, és ez a titka igazándiból. Az eseményre ellátogatott Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, aki többek között arról beszélt a megjelenteknek, hogy Veszprém Galsa hivatala milyen sikeres pályázati eredményeket ért el az utóbbi időben, és mennyire szükség volt már egy ilyen fesztiválra, amit a helyi önkormányzat hozott létre. Én azt gondolom, hogy a ilyen kis települések már nagyon várták a rendezvények lehetőségét, hiszen tavalyi évben nem volt erre mód és nem volt lehetőség, hiszen be voltunk zárva. Viszont most itt egy olyan évet látunk, és egy olyan nyarat tudhatunk magunk mögött, és egy olyan ősz van előttünk, ahol lehet programokat tartani, és ezeket a programokat a települések kihasználják. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak itt is, és nagyon sokan vannak ezeken a rendezvényeken, mert kicsit vártak már az emberek arra, hogy szórakoztassanak, vártak arra, hogy együtt lehessenek a családok, vártak arra, hogy a barátukkal együtt lehessenek, és természetesen a falu közössége is. Ahhoz képest, hogy Veszprém Galsán körülbelül 300-an élnek, a Lecsó Fesztiválon több mint 2000-en jelentek meg, 36 csapat mérte össze főző tudását, melyből 5 csapat a környék településeinek önkormányzatából tevődött össze. A szervezés segítette, hogy a településen nagyon sokan álltak a rendezvény mellé. Itt hála Isten nagyon jól ismerjük egymást az emberek, nagyon segítőkészek, hogyha egy rendezvényt kell összerakni. Nagyon sok támogatásom van, családomtól, barátaimtól, falusi településen lévő emberektől. A nagy sikerű fesztivál után a szervezők nem dőlnek elégedetten hátra, hanem készülődnek a következő galsai eseményre.